Jó napot kívánok! Tóth István vagyok, az Adai Műszaki Iskola matematika tanára. Néhány feladatot szeretnék bemutatni a harmadik osztályos anyagból, mégpedig a hasáb felszíne és térfogata témakörében. Nézzünk az első feladatot. Az egyenes hasáb alapja egy olyan háromszög, amelynek oldalai 17, 12 és 25 egység hosszúak. Ha a hasáb felszíne 936, számíts ki a térfogatát. Egyenes hasábról van szó, tehát azt tudjuk, hogy az oldal él, merőleges az alapra, tehát ezzel nem lesz gondunk. Viszont az alap egy általános háromszög, tehát se nem egyenlő oldalú, se nem egyenlő száros, se nem derékszögű, A 17, B 12, C pedig 25. Amikor ismert egy adata a hasábnak a felszíne, érdemes, ez nem alapadatként számolandó, hiszen van rá egy gyönyörű szép képletünk, érdemes ezzel a képlettel foglalkozunk és azt boncolgatnunk, hogy esetleg a térfogathoz szükséges adatokat ki tudjuk ebből számítani. Mit tudunk kiszámolni? Ki tudjuk számolni az hasábnak az alapterületét. Az alapterületét, hogyha ismertesek a háromszög oldalai, legegyszerűbben Héron képletével tudjuk kiszámolni. A Héron képletével viszont szükségünk van a fél kerületre, amit S-sel, kis S-sel szoktunk jelölni. Tehát az A plusz B plusz C per 2 a háromszög fél kerülete, ide behelyettesítve az A, B, C számokat, tehát 17-et, 12-t és 25-öt, kapjuk azt, hogy 27 egység hosszú a fél kerület. Ismeretes tehát a Héron képlete, négyzetük alatt S szer S minusz A szor S minusz B szer S minusz C, ismerjük az S-t, az A-t, a B-t és a C-t, tehát mindent ki tudunk számolni, vagyis ennek a hasábnak az alapkerületéhez ki kellene számolni a négyzetjük 27 szer 27 minusz 17, 27 minusz 12, 27 minusz 25 kifejezés értékét. Bebírjuk írni egy zsebszámológépbe, és az alapterülete 90 egység jön ki. Mellesleg szólva, tehát ez egy Héron háromszög, hiszen a háromszög oldalaiból egy egész értékű területet kaptunk. A felszín képlete kétszer alapterület plusz palást, ebből ismerik a felszínt, ismerjük az alapterületet, így a palást területét esetleg ki tudnánk számolni. Tehát a felszín helyére beírjuk a 936-ot, kétszer alapterületet, most kaptuk meg a 90 egységet, és itt a palást. Vagyis a palást értéke 936 minusz kétszer 90, vagyis 180, tehát 756 négyzetegység. Vagyis ismerik a félkerületet, ezt kiszámoltuk az alapterületet, kiszámoltuk a palást területét. Nézzük, hogyan tudnánk közelíteni a térfogathoz. A palást területe az az alapkerülete szorozva testmagassággal. Ebből a testmagasságot tudjuk kiszámítani. A testmagasság, tehát a palást területe osztva az alapkerülettel, az alapkerülete pedig ugye az S-nek a kétszerese, hiszen S a félkerület, tehát 756 osztva 2x27-tel, ez 14 egységet ad nekünk. És most már a térfogatot könnyen ki tudjuk számítani, hiszen a térfogat alapterületszer magasság, alapterületre 90-et kaptunk, most kaptuk meg a testmagasságot, 14-et, 1260 térfogat egységre jön ki a térfogat. A hasáb nem csak 4, 3, hanem akár 6 oldalú, 7 oldalú, 5 oldalú is lehet. Hát legegyszerűbben talán 6 oldalú hasábban tudunk dolgozni ezek közül.
nézzünk egy hatoldalú hasávot, mégpedig egy szabályos hatoldalú hasávot. A szabályos hatoldalú hasáv alapja egy szabályos hatszög, amit a szabályos hatszögről röviden el lehet mondani, hogy ugye úgy szerkesztjük meg, hogy rajzolunk egy kört, és a kör sugarát hatszor rávisszük a kerületére, és így megkapjuk az oldalait. Ebből aztán az következne, hogy a kör, a hatszög köré írt a kör sugara megegyezik a hatszög oldalával, tehát mindenféleképp egy egyenlő oldalú háromszöget kapunk, illetve 6 darab egyenlő oldalú háromszöget, re tudjuk felosztani azt a hatszöget. Nézzük a feladatot. A szabályos hatoldalú hasáv alapjának rövidebb átlója D1 8x négyzetgyök 3. Láthatjuk azt is, hogy két különböző fajta átlója van a szabályos hatszögnek. A hosszabbik átlója, ami nem más, mint a köré írható kör átmérője, tehát ez itt kétszer R vagy kétszer A, ahogy akarjuk. Ez a D1 pedig ugye, a rövidebbik átló. Hogy számolhatjuk ki esetleg ezt a, vagy mit tudunk mondani a rövidebbik átlóról? Azt is láthatjuk, hogy mivel ez a rövidebbik átló és az oldal közötti szög egy kerületi szög, mégpedig olyan kerületi szög, amely az átmérőre van szerkesztve, a kör átmérőjére, ezért ez biztosan derékszög. Tehát itt kapunk egy derékszögű háromszöget, és ebből a derékszögű háromszögből a Pitagorasz tételével akár ki tudjuk számolni a D1 átló hosszát. D1 négyzet az D négyzet mínusz A négyzet. A D-ről mondtuk, hogy a kör átmérője, az kétszeres sugár, de a sugár egyenlő az a hatszög élével, vagy oldalával. Így ez 2A-val egyenlő. 2A négyzet mínusz A négyzet, ez 4A négyzet itt tulajdonképpen, ha négyzetre emeljük, mínusz 1A négyzet, 3A négyzetre jön ki a D1-nek a négyzete. Vagyis a rövidebbik átló A-szor négyzetgyök 3-mal egyenlő. Most erre miért van szükségünk? Hát ha ismerjük a rövidebbik átlót, ki tudjuk számolni a hatszög oldalát. Tehát 8-szor négyzetgyök 3 egyenlő A-szor négyzetgyök 3, a négyzetgyök 3-mal szépen tudunk egyszerűsítgetni, és az A egyenlő 8-szal. Most már lehetőségünk van arra, kiszámoljuk ennek a hatszögnek a területét is. Mint az előbb mondtam, a hatszög 6 darab egyenlő oldalú háromszögből áll. Ezért az alapterülete 6-szor az egyenlő oldalú háromszög területe. Az A-t most már tudjuk, hogy 8 egység, ezt szépen ki tudjuk számolni, tehát az A helyre 8-at írva, 6-szor 8 a négyzeten, 6-szor 8 a négyzeten, 4-szegyök 3 per 4, vagyis 96-szor 4-szegyök 3 területegység lenne az alapterületünk. Na most akkor térjünk vissza a hasábra. Tehát egy hatoldalú hasávról beszélünk, az alapterületét kiszámítottuk, még a palástját kell, illetve aztán még a térfogatot, a felszínt és térfogatot. A palást az alapkerület szorozza magasság képlettel számítható ki, mivel egy szabályos hatszögről van szó, 6A lenne a kerülete, tehát 6-szor, 8-szor, 12, vagyis 576 négyzetegység a palásterület. A felszín akkor 2-ször alapterület plusz palást, vagyis 2-ször 96 gyök 3, mert annyi volt az alapterület, plusz az 576-os palástunk. És ha összehozzuk 2-szer 96, az 192, és ezt a 192-t éppen ki tudjuk emelni az árójel elé, tehát a felszín 192-ször 4-szegyek 3 plusz 3 lesz. A térfogat ettől sokkal egyszerűbb, most már hiszen ismerjük az alapterületet, ismerjük a testmagasságot, tehát alapterület, ismert, testmagasság ismert, térfogat akkor alapterületszer magasság.
90 vagy 3x 12, illetve az akkor 1152x 4x3 térfogat egység lenne a térfogata. És még egy feladat. A szabályos hatoldalú hasáb palástjának területe 648, az oldallapjának átlója 15 egység, számítsuk ki a hasáb alapélét és magasságát. Tehát most sem a felszínt, sem a térfogat nem számoljuk ki, hanem egy két alapadatot, a hasáb alapélét és magasságát keressük. Palást területét ismerjük, 648. A palást területe nem más, mint alapkerület, szóval a magasság, testmagassággal. Tehát felüratjuk azt, hogy a másik egyenlőséget fel tudunk írni, még az lenne, hogy ebből a derékszögű háromszögből, hiszen egyenes hasábról van szó, tehát itt egy derékszög van mindenféleképp, ebből a derékszögű háromszögből D négyzet egyenlő A négyzet plusz H négyzet, tehát van két egyenletünk tulajdonképpen, és ebből a két egyenletből valamit föl tudunk írni. Tehát ebből a 648 egyenlő 6x A-t, itt a másikból pedig 15 a négyzeten, az az oldallap átlója, egyenlő A négyzet plusz H négyzet. Ez a két egyenlet egy egyenletrendszert alkot, tehát meg kell oldanunk ezt a másodfokú egyenletrendszert. Ha ebből az első egyenletből kifejezzük a H-t, a 648 per 6 A lesz, itt esetleg 6-tal tudunk egyszerűsíteni, és 108 per A-t fogunk kapni eredményül. Ha a másik egyenletet nézzük, ez itt 225 egyenlő A négyzet plusz H négyzet. Na most ezt a H-t ide nyugodtan bebírjuk helyettesíteni, és kapjuk azt, hogy 225 egyenlő A négyzet plusz 108 per A az egész a négyzeten. Nos, ezt az egyenletet kell megoldanunk ahhoz, hogy kiszámolhassuk az alapél hosszát. Hát, ha itt négyzetre emelünk 108-nak, a négyzet egy nagyon nagy szám, 14.664 lesz, és hogyha végig szoroznánk mindkét oldalát A négyzettel, akkor egy negyedfokú egyet kapnánk, itt A negyediként kapnánk. Hogy azt kikerüljük, én az A négyzetet X-el helyettesítem, magát az A négyzetet. Mivel az X, tehát egy számnak a négyzetet, és csak a pozitív megoldásokat fogadjuk el, ha esetleg valami negatív megoldások lesz, akkor azt elfelejtsük. Nézzük akkor, hogyan fog ez kinézni. Tehát 225 egyenlő x plusz 14.664 per x. Tehát ez lenne a egyenletünk, ha A négyzet helyett x-et írok. Na most végig szorozom x-el mindkét oldalát. Tehát akkor itt 225-ször x lesz. X négyzet plusz 11.664. Hát látjuk azt, hogy egy másodfokú egyenletről van szó. Kicsikét rendezzük ezt a másodfokú egyenletet. X négyzet mínusz 225 x plusz 11.664 egyenlő nullával. Hát ezt kellene megoldanunk. Ezen a képernyő már nem fog elférni. Nézzünk egy másikat. Ha behelyettesítjük a gyökképletbe, a másodfokú egyenlet megoldó képletébe, tehát mínusz b, plusz mínusz négyzetek alatt, mínusz, most B négyzet, mínusz 4AC per 2A. Egy kicsit rendezzük. Ilyenkor mindig egy nagy kő esik le a szívemre, amikor számolunk ilyen hatalmas számokkal, hogyha itt a négyzetek alatt olyan szép szám jön ki, aminek van négyzetgyöke, hát itt ha kiszámoljuk, akkor a négyzetek alatti mennyiség 3969, és ennek a négyzetgyöke 63, tehát kapunk két szép megoldást.
Az X1-re a 225 plusz 63 per 2 esetén 144-et kapunk, még az X2-re 225 minusz 63 per 2 esetén 81-et fogunk kapni. Hát ez a két eredmény közül egyik sem negatív. Mondtuk azt, hogy az X a négyzettel egyenlő, tehát csak pozitív eredményre fogadunk el, mindkettőt el kell fogadnunk, a 144-et is, meg a 81-et is. Ez azt jelenti, hogy két különböző megoldásunk lesz. Ha a négyzetre, tehát X1-et veszünk, 144-et veszünk, akkor az a értéke 12 lesz. Tehát ismert az alapérő 12. Az előző szlájdok valamelyikén most elfelejtem fölírni, de most itt meg is van, hogy a testmagasságot viszont úgy kaptuk meg, hogy 108 per a. Ezt helyettesítettük be a másik egyenletbe. Mivel az a 12, ezért 108 per 12 és 9-et kapunk a testmagasságra, 9 hosszúságegységet. A másik megoldás, hogyha az x2-t veszem az a négyzetre, 81-et, ennek a négyzetgyöke 9, tehát a 9, és a hát ugyanígy kiszámítva 108 per a, 108 per 9, az pedig 12. Tehát akkor a szimmetrikus megoldásokat kaptunk, de végül is két különböző eredményt. Az egyik hasábnak az alapéle 12, magassága 9, míg a másik hasáb alapéle 9, magassága pedig 12. Köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!